Dunántúli ugrós. Egy műsor a magyar népzenei és néptánc művelőinek, valamint leendő kedvelőinek. Nem tudod, mi az a cinegés? Vagy csümögés? Nem hallottad még a bátavize kezdetű dalt? Nem hordtál még tornyos bársont? Vagy csak nem tudsz róla? Akkor hallgass velünk együtt a Dunántúli ugróst, és ezekre is választ kapsz. Dunántúli ugrós. Zene és tánc, úgy, mint régen. Minden vasárnap délelőtt 11:30-tól a Fortuna Rádióban. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja támogatja. Egy közel negyed századon működő népzenei programot mutatunk be a Dunántúli Ugrós 2017. évi utolsó adásában. A kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves táborról alapítóját, Pál Lajos népzenészt hallhatják majd a mai műsorban. A szerkesztő Vida Tünde, a mikrofonnál Strasser Andrea. Tartsanak velünk a mai napon, december 31-én is. Dunántúli Ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Az a nemzet, amely énekel, annak hangja messzire hallatszik. Lehetne akár ez is annak a Tisza Péter falvi népzene, néptánc és kézműves tábornak a mottója, amelyet lassan negyed százada hívott életre és vezet Pál Lajos népzenész feleségével és családjával közösen. A kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves táborban százával fordultak meg az elmúlt években Kárpátalján élő magyar gyerekek, akik nem csak a zenei alapokkal és a muzsikálás örömével ismerkedhettek meg, hanem önazonosságukban is megerősödtek. A táborról, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben ismerhesse meg a felnövekvő generáció a magyar népzene, néptánc hagyományát, Pál Lajos népzenekutató, az által mennék én a Tisztán Népdal éneklési verseny vezetője, Bánfi Miklós, Artisziusz és Európa díjas népzenész, a magyar kultúra lovagja beszélt rádiunknak. Vida Tünde riportja következik. Határon innen és túl. A magyar népzene és néptánc is a mi örökségünk. Hát például elkezdtük 22 évvel ezelőtt Kárpátalján a táborokat szervezni, népzene, néptánc, népdal, kézművességet, és több ezer gyerek tényleg elkezdett tanulni, táncolni, és több száz gyerek elkezdett zenélni. Mikor megjönnek a táborba, és azt mondják nekem, hogy mennyit kell gyakorolni, hát mondom, olyan 6-8 órát naponta. Néznek rám, és nem is értik, hát ő 20 percet szokott gyakorolni. Hát igen, de mondom, itt a gyakorlás nem úgy néz ki, hogy kötelező, tehát összejönnek, tanulják a dallamot, megismétlik sokszor, itt nincs kötelező dolog, nincs vizsga, de hétvégére annyi anyagot tanul meg a gyerek, hogy rengeteget, tehát meg tanuljon meg ahhoz, hogy élményt szerezzen, tanulja meg, hogy ahhoz, hogy kell eljutni, hogy kell, mit kell tenni azért, hogy mit jelent a magyarság. Tehát neveljük őket minden szempontból, tanuljon meg tisztességesen, korrekt módon dolgozni, és nagyon nagy eredményeket lehet elérni. És egyáltalán nem az a cél, hogy profi zenész vagy profi táncos legyen, hanem hogy szeresse meg azt, ami ő, meg a nagyapja, meg a szülei, hogy ugye ez szemünk átára vész elfele, és ezért egy picit próbáljuk visszahozni. Ez helyszínűleg Tisza Péter falván van, ahogy átmegyünk a Tiszabecsi átkelőnél, Tiszabecsi Tiszaújlak, onnan az első falu döntünk, Tiszabecsi, aztán Tisza Péter falva. És én ott voltam zeneiskola igazgató, és ott kezdődött először erények körülmények között, ilyen sátortábor volt, most meg megépült egy gyönyörű szép református liceumnak a kollégiuma, és most már gyerekek ott vannak nagyon jó körülmények között. És a fiam, ő oktatja a zenekarával a hangszeres oktatókat, a lányom a népdalokat, meg hát már több is van, több tanár is van, én a harmonikánsokat, aztán hívunk táncoktatók, három pár táncos, de már most szokott lenni, már saját nevelési táncosok, és kézműves is van persze, azt mindig helybéli mesterembereket hívom meg. És honnan jönnek a gyerekek, hányan vannak? A táncosok olyan 200 a befogadó lehetőség, 200, a zenészek van 40-60, és az énekesek is van 40-60, és a tábor azért alakult, ezt nem mondtam én soha senkinek, meg a gyerekeknek se, azért alakult, hogy azok a gyerekek, akik nem tudják kifizetni a magyarországi, a külföldi vagy az erdélyi táborokat, azoknak legyen lehetőségük Kárpátalján is egy nagyon színvonalas oktatásban,
viszont ezt az egész mindenséget ma Kárpátalján támogatja a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, aminek Orosz Ildikó a vezetője, aki a főiskolának is a rektora, és ezért persze jönnek Magyarországról, meg mindenünk, meg Japánból is, meg az Amerikából, mindenhonnan jönnek, de főleg a kárpátai gyerekek miatt van. Soha nem volt egyébként, hát nem is tudom, nem akadályozta soha senki ezt a tábort, mert ugye tudjuk, hogy a magyar nyelv oktatással kapcsolatban... Akadályozták volna, csak nem tudták, mert én anyanyelvi szinten tudok ukránul meg oroszul, és én előre mindig kihúzom a méretfogát az ilyesminek, tehát például, amikor zeneiskolában voltunk, minden évben jöttek bennünket ellenőrizni Ungvárról. De most azok közül, az ellenőrök közül, a tanárok közül nekem magasabb iskoláim voltak, mert én a Kievi Zeneakadémiát vörös diplomával fejeztem be, és mindig a műsort legépeltem minden külön ukrán nyelven. Ékes irodalmi ukrán nyelven, viszont a műsort magyarul vezettük, és minden magyarul történt, de mondtam neki, hát a közönséggel azt nem tudtuk ukránul, és szakmailag meg hibátlan volt, és ezt soha nem tudtak belénk kötni. És én mindig elmondtam, hogy a táborban és a gyerekeknek próbáljuk az identitását megőrizni, hogy mindenki legyen az, ami, vagy az, aki, és ők is próbálják, csinálnak ukrán tábort, meg az ukránoknak is gyönyörű néptáncai vannak, népzenéje, és sokszor azokat is megtisztuk előadni a huculokat fentről, hogy a dalat közültek, hogy játszanak egy kis ruszin zenét, a gyerekek ismerkedjenek azzal is. Tehát soha nem tudtak belekötni, belekötöttek volna azok szívesen. És ilyenkor már tervezik a jövő évit is? Hát, hogy ne, hát napra készen, lebontva, minden évben úgy búcsúzunk el. Hát a gyerekeknek van valamilyen Facebook csoport, van a gyerekek visszaszámlálnak, mikor a tábor befejeződik, hogy maradt 354 nap, vagy mit tudom, és így mindig. Azok nagyon jó kapcsolatban vannak, tehát mindenhonnan. És már most lassan elérkezett az azért, hogy a tanítványaink is, akik befejezték Nyíregyházán vagy valahol az iskoláikat, azok már tanítanak, tehát nekünk már lassan ideje átadni a stafétát, csak senki nem nagyon kapkod ezért a táborért, a tábor szervezésén, mert ugye ebbe gyakorlatilag nem nagyon van jövedelem, tehát ebbe csak munka van. És lehet, és hogy bután hangzik a kérdés, de akkor miért csinálja 22 éve? Hát azért most szeretem, hát én látom a fejlődést. Kárpátaljával már kifoglalkozom. Hát nem, most például rengeteg segítség meg Kárpátaljára, ilyen anyagi segítség. De igazság szerint teszik egyszerűen, hogy mi is csináltunk olyat, hogy felmentünk onnan Péterfalvától még egy olyan 150-200 kilométernyire följebb, a Rahó Bocskó Kőrösmező, ahol már nagyon-nagyon szorványban élnek az emberek, és úgy viselkedtünk, mint egy magyarországi csoport, vittünk nekik könyveket, meg Barbie babát, meg mindent vittünk, és a táncház után azt mondja nekem az egyik szülő, hogy nekik a gyerekek körbeálltak és együtt táncoltak az ottaniakkal. Hogy nekik erre van szükségük, hogy a gyerekek megfogják egymás kezét, hogy nem értésemre adta, hogy nem a Barbie baba az érdekes, mert ő is meg tudja venni, ha pont arra van szüksége, hanem hogy az identitás, hogy tanuljanak egymástól. És azt mondja nekem az egyik anyuka, vagy nagymama, hogy már régen látott ilyen vígjátékot. És én akkor megdöbbentem, hát mondom, milyen vígjátékot? Tehát ez népzene, néptánc műsor volt. Tehát ő azt akarhatta mondani szegény, hogy régen látott ilyen vidám műsor. És akkor rádöbbentünk, hogy muszáj foglalkozni a saját szülőfalunkkal is, visszatérve erre a Viskre, mert ugye ott is már azért szorvány a Viskbe, és elkezdtük a Visken. Hatodik tábort csináljuk Visken is, a Fölső-Tiszavidéknek, tehát Busáza, Técső, Rahó azok részére, és a gyerekek megjönnek, alig tudnak magyarul, és hogy mennek a táborba, vissza már kezdenek gagyogni, tehát tudnak valamennyire, de csak ilyeneket inkább énekelni, templomi énekeket, meg imádkozni, meg ilyesmit. Tehát fontos, nagyon fontos ez szerintem. Dunántúli ugrós. Vida Tünde riportját hallották Pál Lajossal. A következő percekben kárpátaljai mesterek zenélnek természetesen, egészen pontosan az előbb hallott Pál Lajos és két gyermeke, Pál Eszter és Pál István Szalonna. A felvétel 2015-ben készült a Magyar Művészeti Akadémia adománygyűjtéssel egybe kötött jótékonysági gálaműsorán a Pesti Vigadóban.
folytassuk népzenével. Zúg a mező, vajon ki zúgatja, talán bizony angyalban díszelj, a lóvát ugratja, talán bizony angyalban díszelj, a lóvát ugratja. Mondtam néked, angyalban díj, ne menj az a földre, csikósoknak, ujjásoknak sejhaj, ne járj ellenére. Csikósoknak, a gulyásoknak sejhaj, ne járj ellenére. A csikósok, a gulyások, kislaj mi bajának, azok élik világukat sejhaj, kik párosan hálnak. Igazítsd meg, fáj a szívem, te gyógyítsd meg, csuhalja. Gyere, babám, igazítsd meg, fáj a szívem, te gyógyítsd meg, csuhalja. Pillárfalmi templom előtt, három akúdió van őt, csuhalja. Három ága volt levele, nem tudom mi a babám, neve csuhalja. Három ágán volt levele, nem tudom mi a babám, neve csuhalja. Végül néhány programajánlata közeljövőre, holnap, azaz 2018. január 1-én a 2015-ben alakult Tindai zenekar várja táncházába a táncolni vágyokat. A találkozón, amelyet Budapesten a Bókai János utca 34-es szám alatt tartanak, este 7:30-11 óráig a könnyen elsajátítható moldvai táncokkal lehet megismerkedni. Dunántúli ugrós. Új táncanyaggal várja az érdeklődőket januártól a Naptűz Néptánc Együttes. Alkalmaikat szerdánként és péntekenként tartják Budapesten a Városligeti Fasor 2-es szám alatt. Kalotaszegi magyar renddel nyitnak január 3-án. Korhatár nincs, tánctudás sem szükséges, mivel az alapoktól kezdik az oktatást. Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Interaktív tárlatvezetéssel és vetélkedővel összekötött farsangi családi programot rendez a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Kalina Veronika néprajzkutatóval és Szabó Zoltán népzenésszel 2018. január 21-én vasárnap délelőtt 10:30-12 óráig. A farsang teret engedett a népi humor és színjátszás alkalmainak, nem is beszélve az alakoskodások különböző válfajairól. Szabad volt hangosan muzsikálni, énekelni, rengeteget táncolni és nevetni. A farsangi népszokásokkal a Vászon fazék kiállításhoz kapcsolódóan ismerkedhetnek az érdeklődők a múzeum programján. Dunántúli ugrós.
Ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Dunántúli Ugróst hallották, népzenét, néptáncot népszerűsítő magazinunk utolsó adását ebben az évben, de jövőre ismét jelentkezünk. A szerkesztő Vida Tünde nevében is köszönöm egész évi figyelmüket, és sikeres, eredményes zenei és táncház élményekben gazdag új évet kívánok a következő esztendőre, és nagyon jó rádiózást a következő órákra, déli 12 órától a Deles hírek után. Molnár Szabolcs kollégánk műsora jelentkezik Hallgass hazai címmel, délután 2-től pedig indul a szilveszteri móka, kacagás és mulatás is szerintem. A szilveszteri műsorunk Kovács Gáborral, Herman Gáborral és Weiss Józseffel, rengeteg játékkal és nyereménnyel, úgyhogy további nagyon jó rádiózást és nagyon jó készülődést kívánok a szilveszterre. Az elmúlt 20 percben Strasser Andrát hallották. Dunántúli Ugrós. Egy műsor a magyar népzene és néptánc művelőinek, valamint leendő kedvelőinek. Hát, fiam, ez a Dunántúli Ugrós is jól sikerült. Igen, papa, úgyhogy jövő vasárnap is átjövök, hogy együtt hallgassuk meg ebéd előtt. Dunántúli Ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Minden vasárnap délelőtt 11:30-tól a Fortuna Rádióban. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja támogatja. Fort.